Jelentősen meggyengültek a zöld pártok az európai parlamenti választásokat követően. Az európai emberek ugyanis olyan pártokhoz fordultak, amelyek nem hajlandók feláldozni a gazdasági jólétet a klímapolitikai célok erőltetett elérése érdekében. Egyebek mellett ezt állapította meg a Klímapolitikai Intézet, amely a zöld pártok gyengülésének okait elemezte. A témát Gábor és vendége folytatja. Vendégem Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Nézzük meg számokkal, amennyire lehet, persze nem kell túl sok számot használni, használjuk talán arányokat is, hogy milyen mértékben estek vissza a zöld pártok az európai parlamenti választáson, és hát melyek a legfontosabb tények ezek közül? A zöld pártok az több régióban erősek voltak, egyik a német ajkú, de beszélhetünk az északi régióról, de én először azt fejteném ki, hogy miért gyengültek meg jelentősen, majdnem felére csökkent a népszerűségük például Németországban 2019-hez képest. Ennek egyszerű oka van, a zöld szervezetek, zöld akcióknak nagyon fontos szerepe volt, hogy a politikusok megértsék, hogy a klímaváltozás az egy fontos ügy, de megértették. Vegyük Magyarországot, Európában a magyar kormány elsőként fogadta el a klímatörvényt, meghozta a sarkalatos stratégiai dokumentumokat, és kész terve van, hogy hogy érje el a klímasemlegességet, és ez igaz az összes európai országra. A zöldeknek ezzel elfogyott a programja. Ezek olyan pártok, amik egy téma köré csoportosultak, nem tudnak más rétegbe szavazókat megszólítani, és az ő törzsbázisuk a jellemzően fiatal városi lakosság volt. Például 2019-ben a 19-24 év közötti szavazópolgároknak a nagy része a zöldekre szavazott. Viszont ha megnézzük, hogy milyen radikális javaslatokat hoztak, pont ez a korosztály, akinek a jövőben a költségeit jelentősen növelni fogja. Akár a lakhatás, lakásbérlés, autóhoz jutás, tehát veszük azt, hogy csak elektromos autóba ülhetünk be, aminek többszörös az ára, mint egy jellemzően fiataloknál a használt benzines vagy kerozinnal működő, dízellel működő gépjármű, ellehetetleníti az autóhoz jutásukat. Tulajdonképpen ugye, tehát maga a váltás, hogy a zöld szempontok figyelembevételével, a klíma szempontjából, a fenntarthatóság figyelembevételével, a vásárlás, az élet szervezése, az elkerülhetetlen mindannyiunk számára. De talán túl gyors volt ez a erőszakos átállás, amelyet ezek a pártok, ezek a politikai programjuként ugye ráterheltek a lakosságra. Erről van szó? Nagyjából igen. Tehát a folyamat úgy néz ki, hogy a változás, ezek új technológiák, amit a zöld gazdaságba alkalmaznunk kell, kezdeti szakban vannak. Minél fiatalabb egy technológia, annál drágább. Minél érettebb, annál olcsóbb. Tehát ez gondoljunk a mobiltelefonokra, számítógépre, ugyanez a játszódik az elektromos autóknál, akkumulátoroknál és a többi szükséges technológiánál. Nem mindegy, hogy mikor és milyen ütemben alkalmazzuk. Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen összefoglalhatjuk-e úgy mindazt, amit látunk magunk előtt, hogy a választópolgár, mert most ugye egy választási eredmény a kiinduló pontja a beszélgetésünknek, a választópolgár azt az üzenetet küldte ezeknek a pártoknak, hogy érti azt, hogy ez miről szól, de nem tud ilyen gyorsan reagálni erre az elvárásra, hogy ilyen terror szinten vegye figyelembe a zöld szempontokat. Inkább azt mondanám, hogy a racionális szavakra jobban hallgatnak, tehát belefáradtak a riogatásba. A csomó zöld szervezetnek radikális akció van, képeket, műalkotásokat rongálnak, ez már nem érdekli az embereket. Ők olyan kézzelfogható utat szeretnének, ahogy az ő egyéni életük is jobbá fordul, és Európa is jobbá fordul. De láttuk a gazdatüntetéseket, ugye ott is egy nagyon fontos szempont az, hogy akkor mi mértékben adóztatják meg azt a gázolajat, amelyet hát a mezőgazdasági gépek használnak. Tulajdonképpen ez is oda vezethető vissza, hogy akkor hogy kell spórolni ezzel a fajta üzemanyaggal. Vagy ő már említette az elektromos autózásra való átállás, egy nagyságrendekkel nagyobb összegbe kerül ez az átállás. De milyen jövője van ezeknek a pártoknak, mert most tényleg leszerepeltek?
mivel ők erre az egy téma köré jöttek létre, én nagyon nagy jövőt nem jósolok ezeknek a pártoknak. Én azt jósolom, hogy a zöld témakörök beépülnek a többi politikai, hol lett a többi pártjaiba, és most már a néppártnak, a szocialistáknak, a konzervatívoknak mind megvan a zöld programja, és ezek egy kézzelfogható és valós zöld programok, nem egy radikális változást hozó programok. Németországról, ha egy picit tudunk többet beszélni, ott ugye a nukleáris energiához való hozzáállás, az atomenergiához való hozzáállás az elmúlt 10-15 évben sokat változott. Ott mi lesz majd a közeli és távoli jövő ön szerint a fenntarthatóság szempontjából? Igazából már az atomerőművek bezárásával is nagyon sokat változott, és megnőtt a népszerűség az atomerőműveknek, és a német környezetvédelmi miniszter szívesen lenyilatkozza, hogy nekik sikerült zöldebbé tenni az energiamixüket, úgy, hogy bezárták az atomerőműveket, és csökkentették a szénerőműveket, csak azt az alapvető információt felejti el, hogy Franciaországból több 100%-kal nőtt az atomenergia import. Tehát nem igaz, hogy németek nem atomenergiát használnak, igen, csak nem ők állítják elő. A német-francia határtól, nem tudom, 40-50 kilométerre van egy atomerőmű, az ott előállított energia semmivel sem kevésbé környezetszennyező a német légtér szempontjából, mint a 50 kilométerrel, de már német földön előállított atomenergia. És van egy nem régi friss felmérés, és az emberek látják ezt, és a fiatal korosztály is. Amellett van, hogy a német, ez az erőltetett zöldítés, ez nem jó. Tehát ők egy racionális, kézzelfogható utat szeretnének, nem az, hogy betiltunk minden alternatívát, de ha a zöldeknek az európai előterjesztéseit nézzük, ugyanúgy harcoltak az atomerőművek ellen, hogy az ne legyen fenntartható energiaforrás, tehát egész Európában ne legyen, ugyanúgy harcolnak a szintetikus üzemanyag ellen, tehát minden olyan alternatívát, ami az ő zöld ideológiájukban nem fér be, de amúgy klímasemleges és megoldás jelenthetne az európai gazdaságnak, azt elvetnek. Ezzel szemben a világ többi részén nézzük az Egyesült Államok vagy Kína, nekik is fontosak a zöld szempontok, de azért a saját gazdaságukra is odafigyelnek. Az infláció csökkentő törvény Amerikában az nagyon erős protekcionalista és gazdaságfejlesztő csomag is, nem csak zöld. Köszönöm a beszélgetést, Zay Balázs, a Klimapolitikai Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm. Köszönöm a figyelmet.